Az elmúlt napokban nagy port kavart, hogy a tervezett felújítás helyett lebontják az ITC székházat. Ezt múlt héten Alakszai Zoltán, a megyei kormányhivatal vezetője, Csöbör Katalinnal, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével együtt jelentette be. A város három alpolgármestere sajtótájékoztató reagált a döntésre. Varga Andrea, Szopkó Tibor és Badány Lajos szerint elfogadhatatlan, hogy egy ilyen horderejű döntésről a miskolciakat nem kérdezték meg. Ezért a városvezetés megvizsgálja a helyi népszavazás kezdeményezésének lehetőségét. Múlt héten szerdán Alakszai Zoltán kormány megbízott, Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel számolt be arról, hogy lebontják az ITC székházat. A hírről szerkesztőségünk a közösségi médiából értesült. A bejelentés nagy port kavart. Az egykori szocialista pártházat 2018-ban mintegy 4 milliárd forintos kormányzati támogatással még kormánynegyeddé alakították volna. Ez azonban bürokrácia csökkentésre hivatkozva elmaradt. A város alpolgármesterei ma sajtótájékoztatón reagáltak a történtekre. Varga Andrea szerint elfogadhatatlan, hogy egy ilyen döntést a miskolciak feje felett hoztak meg. Alakszai Zoltán nem kapott erre felhatalmazást a miskolciaktól. A miskolciak nem választották polgármesternek, és a képviselői mandátumáról lemondott. Tehát Alakszai Zoltán a kormányt képviseli Miskolcon, és nem a miskolciakat. Ez két egészen különböző dolog. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy az itt élők véleményét ki kell kérni, mondta Szopkó Tibor. A kormányzat, illetve az előző városvezetés prominensei nem hozhatnak döntést a miskolciak feje fölött, azonban ez egy tervezés alatt álló beruházás, így a miskolci városvezetés megvizsgálja a népszavazás kezdeményezésének a lehetőségét. Ezt fogjuk tenni ebben az ügyben. A miskolciak álláspontján túl pedig a szakemberek meglátása is fontos szempont. Éppen ezért kérjük, hogy haladéktalanul bocsássák rendelkezésünkre mindazon dokumentumokat, amelyek alátámasztják a kormány, illetve Alakszai Zoltán döntését. A miskolciaknak jogukban áll azt megtudni, hogy miért kell a város egy használható épületét porig rombolni. Badány Lajos hozzátette, a városvezetés további egyeztetéseket fog folytatni a szakma képviselőivel, hiszen nem lehet hagyni, hogy egy használható épületet pusztán ideológiai alapon lebontsanak.